örök jó időt. Amen. Halleluja. Drága testvéreim, az Úrban örülök, hogy itt vagytok. Jól váltok mindig. Az Úr szeret benneteket, mert nem személyválogató, tudjuk. Nincsen se görög, se zsidó, se cigán, se magyar. Minden. Ez a nagy szeretségre csesül. Halleluja, drága testvéreim, mindjárt elejében kezdeném. Igyekszek gyors lenni. Ugye tudjuk, hogy Isten megteremtett Ádámot és Évát. És hát ugye bűnbe estek. És a bűn nagyon elhatalmasodott a Földön. És Isten csinált egy vízöntött. Noé megmentette és családját, és minden ember elpusztult. És megígérte Isten, hogy még egyszer nem csinál ilyet. Nem is csinált. De telt az idő, ugye? 2000 évvel ezelőtt itt járt Úr Jézus Krisztus. És azt mondja, az ige meg van írva, Isten keresett egy igaz embert, és nem talált. Isten nem talált egy igaz embert a Földön. És tudjuk, Szent Szellem által megfogantatott Mária, megszületett Úr Jézus. Nem tudom, mire gondolkoztatok rajta, gondolom, hogy olvasgatjátok a Bibliát, hogy ő neki 30 éven keresztül még a törvénynek is megfelelted a Úr Jézus Krisztus. Ez lett a mi szerencsénk. Őket pedig aztán szapútát kövezték, mindent elkövettek rajta. Mert az ő bűnei, ő hújtott el mi bűneit. És igen, türelmes volt, bírt a türelemmel. Ennyire szeretett az Atya minket, hogy Úr Jézust úgy elküldte erre a földre. És jött Úr Jézus Krisztus, ugye mit tudunk róla? Galata 3:13 leírja, hogy fölvitte mindenkinek az átkát. Úr Jézus Krisztus. 1 Péter 2:24-ben megírja, hogy minden betegséget ő benne már meggyógyultuk. Úgyhogy még a gyógyulás is rajtad múlik, nem Istenem. Ez a Úr Jézus Krisztus, aki volt mindent, megtett helyettünk már. Kolossé 2:15 azt írja, hogy legyőzte a fejedelmességet, hatalmasságokat, pellengére állította és diadalmaskodott rajtuk. Az ördög összes csapatát már legyőzte. De ennek a csapata itt van a Földön, mert azt tudjuk az igéből, ugye? Hogy ez a Luci Feri bácsi, ez dicsőítés vezető volt, befedező kerub, mit is csinál? Befedezte a többi angyalokat, de fölütötte az ego a fejét, és felállította a dékben egy harmad részét az angyalok. És Isten mit csinál? Lehanyított a földre. Itt van a második égen, és itt a föld bolygó. Lakoznak ők. Mert ezek azok a lények, amik a sok-sok rosszat kísértést csinálják az emberre. Hogy a János 10:10 írja. Mit ír a János 10:10? Az ördög azért jön, lopjon, csaljon, nyomorba döntsön, és kinyírjon. De Úr Jézus Krisztus mindent fölvitt. És kegyelem van, dicsőség az Úré. Mindnyájan kegyelemben vagyunk. De tudjuk a János 14:6-ról, ami azt írja, hogy nincs más út. Csak egyetlen egy út van, Úr Jézus Krisztus. Nincsen se Buddha, se Krisna, se Mária, se katolicizmus, semmiféle, semmi nincs, csak Úr Jézus. Csak Úr Jézus Krisztuson keresztül lehet bejutni a mennyeknek az országába. És ahogy megvan írva a római levél 10. fejezetben, 8-as, 9-es igeverset írja, hogy Sátán szabad akaratodból vald meg, hogy hiszel, hogy Úr Jézus Krisztus beköltözön a te szívedbe.
ne az elmébe. Az ige azt írja, hogy a szívedbe, mert a szívedbe felhullik Isten magja, meg van írva, az növekszik, növekszik és növekszik, és akkor neked arra lesz nagyon nagy akarásod, hogy minden bűntől megszabadulja, ne elkövess! Tudjuk, a János evangéliumának a harmadik fejezete egytől hétig a Nikodémusnak esetét, amit Jézus Krisztus elmagyarázta, hogy újjá kell születni. Eddig kell befogadnunk Úr Jézus Krisztus. Boldogság van a szívünkbe, mert kegyelemből van az üdvösség. Neked csak el kell hinned, meg kell vallanod. És Isten megszabadít téged mindenféle bűntől. Mindenféle rossz gondolattól. Ahogy a Biblia is írja, hogy meg vannak kötözve élő halottak. Élő halottak. Én a tested, de a lelked mélyén szenvedsz. Mert megkötözi az ördög az embernek a lelkét, és sínlődik, baja van, depresszió, testi betegség, nincs telenség, elvitték a házat, magam alatt vagyok, nincs kedvem élni, ez az ördög. Tapasztaltátok ki sem mindjárt. Mert az ördöget nem kerül ki senkit sem. De aki már befogadta az Urat és megszabadult ettől, azt mondja Lukács 10:19, kígyókos, korpiókon taposunk és nem árték. Az ördögnek csak annyi hatalma van a mi életünkben, amennyit mi adunk neki. Mivel? A rossz gondolattal, a bűnnel, átkozódó beszéddel, nyelvedbe van az életed és a halálod. Nyelvedbe van az egészséged, nyelvedbe van a betegséged. Nyelvedbe van a kódusságod, nyelvedbe van a gazdagságod. Minden a mi nyelvünkben van. De a legkisebb zerm a legnagyobb dolgot tartja. Mert azt mondja az ige, Isten, mikor teremtett, azt mondta, hogy legyen, kimondta. Ebből bolygó. Teremtette eget, csillagokat írja, ugye, egy Mózes levele, illetve könyve. Ki teremtette az embert, és állatokat belé minden. Isten megteremtette. De ezt a teremtő hatalmat megkaptunk mi is a nyelvünkben. Vagy teremtünk, vagy rombolunk. Bármilyen átkozódó beszéd, bármilyen csúnya beszéd magadra, vagy családodra, vagy szomszédra, vagy rokodra, vagy bárkire. Az te ráncál vissza. Isten olyan bölcsen megteremtett mindent, hogy te zsírod a szomszédot, nem neki lesz baja, hanem neked. Mert te ráncál vissza. Azt mondja, hogy igen, meg van írva. Ki mint lett ugyanaz? Ezért van megírva a Bibliában, hogy a haragosodat is áldja. Te ráncál vissza. És áldott leszel. Ő acikkolódjon, te áldott leszel. Amíg ezt nem tudod megtenni, ezért kell újjá születni, hogy a lelked is megtisztuljon, és azt írja az evangéliumban, le van írva. Efézusi levélben, hogy meg kell, hogy tisztuljon az elmétek. Hogyan tisztul meg a mi elmét? Hát úgy, hogy tanulmányozok az evangéliumot. Befogadod az Urat a szívedbe, az elkezdod munkálkodni. De a kezedbe kell venni a Bibliát is. Azért, hogy azt a sok szennyet, amit egy élet alatt beengedte az elmékbe, tévén, laptopon keresztül, vagy bármin, az kimossa az ige. Minden a két fület dől el. Két fület között. Itt bent. Átkozat-e változtatni a gondolkodás módodat. Valaki megsért, rosszat mond rá, te megálltod őt. És nem átkozott. Ennek ez a lényege, hogy az Urat befogadjuk az ívünkbe először. És ezt szabad akaratból tudod megtenni. Aki nem fogadja be az Urat, annak nem lesz jó dolga. Miért? Mivel tudjuk, hogy utolsó idők van, hiszem, hogy ti is ezt érzitek és tapasztaljátok, azt mondja az ige, hogy meg van rövidítve az idő.
Igaz? Reggel föl kell, mire részezték másnap. Fölragad idő. Na de a Biblia megírja azt is, hogy az ördög tudja, hogy az utolsó ideje van, szertesz éjjel jár a világon, és azt esik itt tudja megkapni. Szóval még nagyobb erővel munkálkodik az ördög. És ahol van nyitott ajtó a te életedben, ahol még nem vagy rendben, ott elkap tégedet, és könyörtelenül végzi a munkáját. És csak Isten tudja ezt neked megcselekedni. Befogadod Úr Jézust a szívedbe, és ő jóra fog mindent mondítani. Mert mikor a nap behullik, az növekszik, és ki fogja mosni belőle a rossz gondolatokat, mindenféle rossz cselekedeteket, arra lesz vágyódásod, hogy megszentelődjél, hogy az ige sírja. Mindenki vegye fel a maga keresztjét, kövessen engemet, és legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok, hogy lehetünk tökéletesek. Mi is. Nem mondjuk azt, hogy emberek vagyunk, én ember vagyok. Nem, ha befogadod az Urat, Isten embere vagy, azt mondja az ige, akkor te már nem parok vagy, Istennek a fia. És ha Istennek a fia vagy, akkor örökös vagy. És ezt csak neked hittel el kell lenni. És erre nekem is el kellett jönni, mikor a Bibliát tanulmányoztam. Miközben tanulmányoztam, még az Úr nem volt az életemben, nem hittem be. Komoly súlyos baleseteim voltak, amit a zördök tarolt le engem. Egy gyanú tepeli engem folyamatosan. Legjelentem egy ilyen örfának, szétrakadt a szám, fejem, hátul kapcsolták, minden bajom volt. Persze plusz az autó lifikára tört. 500 000 forintos vesztesége. Nyilván nem tudtam dolgozni egy jó darabig, úgyhogy komoly 500 000 meglopott az ördög. Plusz az életemet is. Erre kerültem, figyelj, nem sokra rá, eltelt egy év vagy másfél, nem tudom már pontosan, fölborultam az autóval, 4-szer pörögtem. Kirepültem az élvédő, mindkét vállam leszakadt. Az az autó millió fölötti autó volt, és ez már évekkel ezelőtt volt. Úgyhogy jött az anyagi veszteség, 2 évig csak a vállam, mire magától meggyógyult. 3 nap után kisétáltam a kórházba. Mindig megkérdezték, hogy hogy vagyok. Mondom, nagyon jó. És ennyi, még egy gyógyszert se adtak. Pedig azért voltak fájdalmak, fogtam oda maga, kisétáltam, jött a fiam, értem, oda mentem. Majd meggyógyultam, jó az Úr. De már akkor az evangéliumot tanulmányoztam, elég komoly igeismeretem volt, de még nem volt az Úr a szívemben. Nem volt ennek elég, korával egy másfél évre belejött egy autó, sípcsoltam, lipikáztam. Keresztül így állt el. Akkor megint másfél év. Se munka, se semmi, csak ottan mankózhattam otthon. Volt időm gondolkozni, hogy az ördög útját járom, vagy pedig elindulok a mennyország felé. Mivel olvasgattam az igét, rádöbbentem, hogy Úr Jézus Krisztus be kell fogadni a szívembe, mert nem az ördög ki fog írni, de engem ez nagyon rövid időn belül. Hajszálom múlva mindig az életem. Hálát adok az Úrnak, hogy az angyalok körülöttem voltak, mert Isten mindenkit szeret, még azt is, aki nem fogadta be az Urat, aki még most lopcsa, hazudik, velekszik, bármit csinál, Isten szereti. Érte is adta. A drága vérét kicsurgatta, értetek? El tudod képzelni, mikor a szöget ütötték a kezébe? És azt mondta, ne bánsd őket, Urat, nem tudják, mit tesznek. Miért nem tudják, mit tesznek? Mert az ördög hatása alatt vannak. Azért nem tudják. Én se tudtam. Én is belekedtem, ittam mindenféle bűnöket elkövettem. Aztán úgy, amikor rádöbbentem, hogy ezt be kell fogadni, én magamtól rájöttem, hogy Jézus be kell hívnom a szívembe, mert azt mondja az ige, hogy ott kopogtad a szíved ajtajának, hogy engedd be. A szívedbe nem az elmédbe. Tudod, mikor szívedbe behasítod a Jézus, a te életedet ott belül megformál. Nem akarsz már bűnt elkövetni, nehogy a kidolásokat közvetleni, neked csak annyi kell, Uram, szabadítsál meg tőle! És ha te szinten levetted egyet lép, Isten 99-et lép te érted! Mert emiatt az életét, ki volt a drága vére, te kaptál egy pokont, ne ütnéd a családját is. Ha még nem vagy megtérve. De már meg vagy, akkor tudnám, hogy te imádkozni. Ez a Jézus, Istennek a gyermeke,
Isten fia, ez kicsorgatta drága vérét minnyájatokért. S mindazok, akik még kint szaladgálnak, és minket bolondnak néznek. Én az is vagyok Isten bolondja. Az a kérdés, hogy ő kinek a bolondja. Mert én Isten bolondja vagyok. Én föl is vállalom, és együgyű vagyok, nem érdekel engem semmi, csak Isten. Csak Isten. De nekem boldogság van a szívemben, bármi történik, nem érdekel, mert Isten velem van, és azt a rosszat jóra fogja fordítani. Nem nyavargok, nem mondod ki, mert akkor kimondod a teremtől nyelvölte, az lesz. Figyeljél, fáj a fejed, találkozol egy testvéri, az fáj a fejed, találkozol a másikkal, ott is elnyavargod magadat, és az a fejpályát szerelmét még jól megerősítette. Szóval kipagasztolod magad, nagyon cígyom lesz. Rosszabb. Tudod mi? De azt mondja Isten, hatalmat kaptam az ördögöttől. Ott maradhatom. Én el is hiszem. Ha jön a kísértés, csak ennyit mondom neki. Takarod! Se takarod én. De ha még bent van az életedben, akkor kineved téged. Azt mondja, mondhatom. Nem, meg sem mondhatom. De ha már kint van, akkor bizony te így takarítod el az életedben. Elég kell befogadni az Urat a szívünkbe, mert senki más nem tud téged megmenteni, és mivel utolsó idők vannak, az ördög szabad kezet kapott most. Annyi sok-sok bajt láttunk, hallunk, még többet, mint ezelőtt volt. Naponta a maga a mentő szirénákat meg mindent, nem tudom, nem szóval. Azelőtt azért nem volt ebből sportfűzés. Annyi sok baj jön most, mert az ördög el lett engedve, és az, aki tud, elkapott. Tudjátok, ezt Isten engedi, nem ő küldi rá, nem hihetne, hogy kitalálja. Isten te rá nem küld semmit sem, hanem csak elengedte az ellenséget, ahol nyitott ajtó van, az ki fog borulni. Miért is? Ha Isten ott nézi meg a végeredményt, most kiborul, ami még benned van, megszabadulsz tőle, utána jó lesz. Persze, amikor benne vagy, ez rossz versik neked, meg mindenkinek. De Isten a végeredményt nézi. Tudjátok, benne van a korintusi levélben. Meg van írva, a nyakasok átadatnak az ördögnek a pusztulására a testet. Ennek már súlyos betegsége. Akinek bármit beszélt van a nyakasokon belül, neki te nem mondja. De mikor azért már korlátba azt mondják neki, hogy mindent megtettük, körülbelül egy hét van hátra a kémobel, akkor már jöhet neki Isten. Isten meg jön. Még az utolsó pillanatban is fogadja. Mert föl kell a mennyiságot. Mert bizony sajnos van egy pokol is. Tudjuk a Lukács minden, aki róla. És oda is le lehet kerülni. És a Máté evangélium a gyönyörűen megírja, hogy van egy szoros kapu. Máté 7 írja erről. Találd meg ezt a szoros kaput, ezzelek a mennyiságot. És azt mondja az ige, nagyon sokan járnak a széles kapun, a széles kapun. Magyarul mindent szabad. Hát ha te Istenné vagy, azért én úgy gondolom, céltudatosan előre megfontolta az a bűn elkövetése, nem biztos, hogy az Úr megjutalmaz téged. De, hangsúlyozom, attól még kegyelem van. Ha most előnék itt 10 embert, attól még mindig kegyelembe volna. Na de kinyitottam az életemet az ördögnek, az majd az ördög is végezne a munkát én benne. Nem az Úr, Isten úgy szeretett téged, egy csülöp piát elküldte, ha nem gondolod azt, hogy halljál meg most rákosra, mert bűnkövettél, öl ilyet soha nem. Ez nem Isten, ez az ördög. És te nyitod ki az ajtó, nem a Isten. Itt mind végig kegyelem majd az ige zsírja. Mind végig kegyelem. De ha te már beengedted az ellenséget, annak lesz már arra is hatalma, hogy kinyírjon. Nem Isten, hanem az ördög. Mert Isten, a Jézus elküldte, azt írja János 10:10. Jézus Krisztus megüresítette magát, hogy ti bővölködjetek. Bővölködés. Szeretet. Békesség. Hosszú tűrés. Alázatosság. Valaki beszól neked, akkor nem ugrik közbe a kezed. Lehet, hogy már nem ütöd le őt, mert azonnod keresztül vagy.
De belülről görcsbe ugrom. Meglátod jövőjétek, kikerülök. Áldjon meg az Úr! Testvérem, azt mondja az igen, ám haragudjál, de ne tedd le a fejedet túl, hogy nem bocsátottál meg. Ez a megbocsátatlansággal mindent elvágtál. Jakab 5.16 azt írja, bocsáss meg, bald meg bűneidet, hogy meggyógyulhassál. Annak is a kulcsa, hogy megbocsátod. Ha megbocsátatlanság van a szívembe, ha ne kérdezel, hogy pörkerülsz, mit mondta mi a csárkat, minek ismerjük. Az érdekes, azt én Bibliát sose tanultam régebben. A mi a csárkat tudtam én honnan? Lehet, hogy nem picike voltam, azt gondolatta, az öreganyám valószínűleg. Mert én kedembe Bibliát nem vettem az előttem. Még így mondták, akkor is háborodtam. Szerettek volna engedet is megtéríteni, fogadjam be az Urat. Fölháborodtam. De mondtam nektek, hajszálon múlott az én életem. Nem egy baleset, se kettő, se három, se négy, volt egy tűtöd, nem mesélem el mindent. Az ördög folyamatosan ki akart gyílni. Erre jött Úr Jézus Krisztus, Isten tracsolt, kezembe vedett a Bibliát, és ott olvastam, ezeket meg kell hívni Jézus, költözön a szívünkbe, nem maga Jézus fog jönni, hanem Jézus azt mondta tanítványainak, hogy itt járt a földön, jobban jártok, én fölmegyek a mennyei atya mellé. Csinálom anyát, hogy ti is ott legyetek. És a mennyei atya elküldi a Szent Szellemet, aki mindig köztetek lesz. Na ezt a Szent Szellemet fogadjuk be. Ezt a Szent Szellemet hívjuk be a szívünkbe. Mikor a befogadó imát elmondjuk. Ez a Szent Szellem költözik az emberek a szívébe. És megváltozik az emberek az élete. Saját magadtól is, már neked erős belső vágyódásod lesz arra, hogy kijöjj a bűnökből. Én nem kell ebből diplódnod, hogy hogyan, hanem a döntés meghoztad, Isten megkéred, és ő megszabadít. Halleluja, dicsőség az Úr. Dicsőség az Úr, drága testvérek. Amen, halleluja. Halleluja. Jössz, Attila, jössz. Drága testvéreim, ha már beszéltem erről a megbocsátás. A megbocsátás, megbocsátatlanság hogyan tud működni? Valaki beszól neked, általában aki legközelebb van hozzád, feleséged, bérjed, gyereked, stb. És besértődsz. Besértődsz. Kinyitottad az ellenvilágba az ajtót. Mert besértődtél. Ajtó nyitva. Mikor már besértődtél, megbocsátatlanság szelleme, akkor tud lenni harag, akár gyűlölet, kimentig megy el ebben a dologban. És ha te tényleg nem bocsátottál meg, annak az fogja az ördög, ezt az eseményt lenyomja neked olyan mély, hogy nem is emlékszel. 10-20 éves megbocsátatlanság is lehet az embernek az életében. Nekem is volt Isten úgy tanított, hogy imádkoztam, hogy Uram, vizsgáld meg az én szívemet, hozd föl, mi van még bennem, ami akadálya az, hogy a Szent Szellemet tudja benni. És Isten megmutatta nekem álomba, egy embert így láttam, mint most régedet. Az pont az unoka bratyom volt még ráadásul, és az Isten tiszteletre mindig együtt találkoztunk, meg is öregettek tiszta cipőt. Én nem emlékeztem rá, de valamikor olyan ragudtam rá, még meg is akartam menni. Elfelejtettem. 10-valahány éve volt ez persze. Jó rég. Elfelejtettem. De ez arra jó volt, hogy nyitott ajtó volt az én életemben, és a ördög kibeállták benne. Mert megbocsátatlanság volt a szívemben. Volt egy olyan konfliktus helyzet, köztük nem egyeztünk, hogy anyagiak vagy ilyen fuvarodás által, csak én nagyon fölháborodtam. És ez nem lett lekezelve, és én nem is kértem bocsánatot, sose tőle. És itt van, csak szólt Isten, menjek oda, kérjek bocsánatot tőle. És akkor jövő héten, következő héten mentem az Isten tiszteletre. Megöregettem és mondtam neki, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőle. Ő nem értette, hogy még, és elmondtam neki. De mikor én bocsánatot kértem, a kötelékek én róla múlottam. Nem ő volt megkötözve én. Te nem tudsz megbocsátani, hogy besértődtél, te vagy megkötözve a lelked mélyén. Te vagy megkötözve.
És azért van erre szükség, mikor Szent Szellemben vagyunk, az Urat kérlek, hogy hozza föl mindazokat az eseteket, amik fájtak az életben. Folyamatos elutasítottságban van az egész emberiség, mindenki. Elutasítottak a szüleid, elutasítottak a munkahelyen, elutasítottak akár a gyülekezetben, vagy bárhol. Az egész élet erről szól. De ez is egy démoni emberség. És mikor elutasítottak az ember, hogy a beszéd törik, fáj a szívevéjén, a lelke, és az ördög meg tudja ebben kötözni. És mikor elutasított vagy, akkor nem tudsz igazán úgy megbocsájtani, nem tudsz úgy szellemben felszabadulni, hogy az kell. Testvéreim az Úr, halleluja! Testvér, ha valaki úgy érzi, hogy megbocsátatlanság van a szívében, akkor most adunk rá lehetőséget, hogy utána elmondtok, azt az imád, ez egy rövid ima, bárki is az. Nem kell hangosan, Isten váltja a szívedet, és most meg kell tudni bocsájtani. Mert megmondom, hogy mi történik avval, ha te nem bocsájtad meg, abból harag lesz, és a haragos ember szívbeteg lesz. Te ne olyan, hogy véletlen van. Véletlen semmi sincs, azt mondja, hogy igen, hadszáll a neve se tudja a földre, mennyi atyátok ne tudna róla. A gyűlölködő ember rákos beteg lesz. Benne van a Bibliában, gyűlölködő ember, embergyilkos, saját magadat írod ki, megiszod a mérget, mert gyűlölködsz, megiszod a mérget, mert halak van benned, és várod a szomtény, mikor pusztul-e. Ha nem a szomtény fog elpusztulni, te! A te benned, ez a szellemiség munkálkodik. Ha figyeltetek, ha az ördögnek adtál ajtót, az benn van, miért jött az ördög? Lopni, csalni, hazudni, nyarba dönteni, kinyírni! Hogy tud téged kinyírni? Vagy rákos beteg, vagy baleset, vagy szíve probléma van, és így tovább. Emberek, nyakasok, figyeljetek, elmondok egy eset. Volt egy testvére, nem testvérem volt, nagyon jó barátom. De csak volt sajnos. Nagyon magalat volt, már szívét ütötték. Mondom neki, testvérem, ott Urat be kéne fogadni, hogy a szeretet behatoljon a szívedbe. Na, már eljössz a gyülekezetbe, elmegyek. Na, foglalom a helyeteket. Figyelj, elkezdődött a dicsőítés, testvérem sehol, üres volt az ég, nem jött. Mikor végeztünk, fölhívtam, hogy mondom, testvérem, nem jöttél. Azt mondja, hogy ott voltam, én kívülről hallgattam. Kintről. Szóval még nem jött be, mert az ördög megkártolta. Az ördög sugdolózik neked. Ne menj oda, ne szólj neki, majd jövő éte, az jön egy kocsi előtt téged hónap, akkor te már jövő éte nem fogsz megtérni. És már onnét a pokoltó meg nincs itt szó. Lukás ide, ha te írja, onnét nincs itt szó, az égetetnél. És aki oda lejutott, aztán rájött, hogy van pokol, imádkozott az Úr, Uram, az újra nagyjuk cseh egy kis ideg vízbe. Ott aztán ilyen kicsi lesz mindenkinek. Aztán. És kérlek szépen, tudod, mi ebben a nagy baj? Nehogy az itt úgy van, mint egy kóma, sem emlékszik semmire sem. Hát mindjárt emlékezett, van neki négy testvér a fönt. És azt mondja, Uram, egy-egyből szóljak a testvéreinek, hogy megtérjenek. Hogy ne ússanak ide, mert itt van nagyon baj. Azt mondta neki Isten. Nem. Mert szabad akaratból. Most van rá lehetőség. Szabad akaratból. Mert lehet, hogy már holnap nem lesz rá esély. Lehet, hogy holnap nem lesz rá, már lehetőség. Mert mindenek ideje van. A dörzög nem alszik. Figyelj! El a testvérem, nem testvérem, de bízok benne, hogy befogadta az Urat, mert kívülről hallgatta. Már szív fűtéteken túl volt meg. Következő héten mondom neki, gyere, megyek, mondja ő, jó van. Foglalom helyet neked. Jön a következő hét. Ez már rég volt, kezdő keresztény voltam, ez volt a baj nekem Istenem. Egyszerűen jött a Isten szótán, de akkor nem tudtam. Úgy bennem volt, hogy kimenjek, mi van ebben a barátommal. Nem mentem ki. Most már nem még kimennék szalagnak egyből. Nem mentem ki, megint üres maradt az ég, figyeljenek, milyen az ördög. Ő már közel volt ahhoz, hogy Isten a szívére kerüljön. Hallod? Főhívom föl, mikor vége van, mondom, mi történt testvérem?
Hát egész este ment a hasa neki, és azért nem jött be. Hát az ördög csinálta, valóban van ott kinti vécé, úgyhogy végig fuskolt a vécé. Isten tisztelet ad. Az ördöget is megcsinálta. Mondom neki, jövő héten jössz, jövő? Mondom, megvárok a parkolóban. Jött a jövő héten, telefon jött. Tudni volt a telefonban? Cíli partusban meghalt. Testvérem, ilyen kemény az ellenség. Ha nem játszik vele, lehet abban a skalot, akkor is kinyír a vezban. Ne nezen bólik. És azóta mindent elkövetek, igen? Azt mondja az egyik, igen. Ha kell, ijesszem meg őket, csak menj meg az életén. De nem tudod, én nem magamról beszélek. Én már jó helyen vagyok, meg Attila testvérem is. Jön egy forgószél, én már biztos bőkerülünk. Biztos vagyok benne. De aki még nem fogadta be, az urat. Szabad akaratból, az ne játszom le. Ne játszom. Isten úgy szeretett téged, kicsurgatta a drága vényét, képzeld el, folyt a vény. Az életét adatta. Hogy lehet, hogy még az ujjunkat se adnánk levágni a szomszédét. Igaz? Nem biztos. De az egész életét adta én. Testvéreim az Úr. Halleluja. Ez volt benne. Folytatja. Vagy megtérjük ki a rá. Köszönöm szépen, hogy megtartottam. Nagyon szépen köszönjük Tibor testvéremnek ezt a nagyon-nagyon szép beszédet. Hát az Úr áldjon meg titeket gazdag gondtovábbra is. Tényleg az Úr szól rajtatok keresztül sokszor. Köszöntsétek szeretettel az én barátomat, az Attilát, el fogja mondani a bizottság tételét. Hogyan tért meg, hogyan fogadta be a názáreti Jézust, és milyen múltból jött? Hello, sziasztok! Köszönöm, hogy Lázárt Jézus hatalmas nevében mindenki. És el szeretném nektek mondani az én bizottság tételemet, hogy hogyan fogadtam az én színemben a názáreti Jézushoz. Hát az én tudjuk, az úgy történt, hogy most elmondanám először elsőnek azt, hogy milyen múltba jöttem, milyen háttérre. Én szeretném azt nektek elmondani, hogy dolgozásban értem, elég kemény szinten dolgoztam, szintetikát, türet, minden nyomattam, erősen cigarettáztam. Eljártam szórakozni. De közben, hogy összejöttem az ember feleségemben, családot alapítottam. És a közben is kárító szereztem, füvesztem. És folytattam továbbra is a világ életemet. De viszont egy napon történt talán egy olyan, hogy azt is azt is el kell mondani, hogy friss keresztény vagyok, nem még értem meg az Úrhoz. És egy napon olyan történt az életemben, hogy 7 napon keresztül kísértettek a démonok, 7 napon keresztül. De ugye akkor még nem tudtam, hogy mi az, hogy démonok, mi az, hogy szellemvilág. És ugye első napon úgy telt el, hogy nem bírtam aludni. Álmatlanság jött. Nem bírtam aludni az első nap. Még akkor még nem is tűnt fel nekem az, hogy én nem tudok aludni. Nem is érdekes, úgy voltam vele, egy nap nem érdekel. Úgy jött a második nap, de akkor a második napom az úgy telt el, hogy gyötrésben. Úgy értek el, értem, hogy a gyötrés, hogy gyötrődött az éjszaka. Olyan szinten gyötrődtek a már második nap, hogy elkapott egy olyan hideg állapot, hogy így akkor nem tudtam, hogy miről van szó. Egy olyan állapot elkapott, hogy akárkire ránéztem, és rosszat láttam, hogy én most nem akarom őt verni, kárt akartam benne tenni. De nem csak bennem, és ilyen magamban is kárt akartam tenni. De ez még semmi. Jelent a második éjszakán, akkor sem bírtam aludni. Jön a harmadik nap, ugye akkor már tudáltam, de teszem hozzá, hogy nem szintetikáztam, nem tüdeztem, nem kárikoztam.
És jön a harmadik nap, harmadik éjszaka. De harmadik nap sem tudtam aludni. Akárhogy próbáltam előket, hogy lecsukom azt a szememet, és elkezdtem aludni, nem bírtam egyszerűen. Nem bírtam aludni. És harmad napon én hajnalban vágált hozzám a kisfiam. És sajnos, az ugye akkor életemben, én azt tudom, hogy mi az, hogy miről van szó, hogy most miért van, miért történik, ez pont felek. És felkel hozzám a kisfiam, elkezdett sírni, rám néz, és hirtelen átkapja a fejét, hirtelen mozgatta. De ez többször alkalommal, nem csak egy alkalommal, többször alkalommal. És ránéztem a kisfiamra, és azt vettem magamról észre, hogy nagyon agresszív vagyok is, hogy át akarok rá tenni. Egy szó, el akartam őt taposni, de nem csak őt, az élettársamat is. Szépen akartam, hogy el akartam őt gázolni az életedből, hogy ne tegyek ott mellettem. De akkor lefogált az egészben, hogy mikor értét jutott az óra, onnantól fogva jöttek azok a erény kísértések. Azt néztem, hogy hagyjuk kártenni benni sárkamamba is. És harmadnap reggel felébredt a kis családom. Ugye én teszem, hogy nem aludtam a harmadnap se. Hát most szóltam az asszonynak, hogy hát mondom, ez nem állapot, ami velem történt. Na, gyerünk az orvoshoz. Mert arra gondoltam, hogy az agyamban, hogy a fejemben egy hajszál él elpattam, valami kölcsön az agyamban, hogy apám, sőt, ott például gondoltam, hogy ezt még nem tudok hallani. Egy vérőre gondoltam, hogy az agyam belpattam, hogy valahogy megakad egy vérőt, és ezt még nem tudok hallani. És bemegyek az orvoshoz, és elmondom az orvosnak, hogy mi történt velem már harmadik napja, fent vagyok, nem alszok. Az idegösszeroktanás kerülje, elkap az ideg. De olyan szinte elkapott az ideg mindig, hogy mikor egy átlagos ember ideges, ahhoz nem lehet hasonlítani. Azt az ideget, ami bennem volt akkor. És mondom az orvosnak, hogy mi történt vele. Az orvos is mit mondott? Hát maga biztos dobos, maga biztos ultralinása lövi magát, spidezik, kárpitószerezik, és azért nem javult, hát tegye le a kárpitószer! És ráhíztam az orvosra, hát a doktor úr. Ez nem a kárpitószer, tőlem a kéne. Hát nem kárpitószer, ez a doktor úr. Szintetikálnál most nem nyomadok, én mondta. És nem tűrez a doktor úr. De maga dolgozik, tegye le az infrarénás kárpitószer. Oké, doktor úr. De mondom, valamit írjon ki nekem, hogy elpírek aludni. Úgy is volt, érkeztem az doktor úr. Flontin. Kiválasztottuk a Flontin. Elkezdtem beszélgetni a Flontin. Elsőnök bevettem kétszer, mert úgy voltam vele, hogy kétszer azt ki fog ütni. Én biztos, hogy bírok aludni. Hát bevettem a kétszer Flontin. Semmi. Elkezdtem kapkodni betel a Flontin, mint egy tiktakot. Nyomadtam befele. És akkor se semmi nem tettem. Nem bírtam a flont, vezettem olyan 20 szám flontit, 25 szám flontit, és nem bírtam előtt. De még akkor sem tudtam, hogy miről van szó. Nem tudtam miről. Azt hittem, hogy tényleg a fejemben valami elpattam. Most hogy megfordultam. Nem is boldogultam akkor én. Tényleg a negyedik nap éjszaka, de annyira gyötörtek, annyira is értettek, hogy tényleg azt látom, hogy mikor valakinek áttenni. De viszont a negyedik nap ott volt valami a hajnak egy-két óra fel az agyamba, valami felsugallott, hogy ne tedd, valamit ne csináld. Még akkor sem tudtam, hogy miért az. Csak valami készített arra, hogy ne csináld, vegyél magadon erőt, és fogd vissza, tégy nagy uralmat, ne csináld. És negyedik nap, a négy óra felett írtam magam az életet. A negyedik nap sem írtam aludni. És kijön az ügyelet, és elmondom a doktorunknak, hogy mi a helyzet. Azt mondta a doktor, oké, adok valának injekciós altatót, de ő is úgy tett, hogy maga biztos kábítószerezik, nem kell kábítószerezni, tegye le a kábítószer.
De doktor, nem kárdítottam ez a két csinálat. Oké, anyuba is maradtunk, beadta az altatót, injekcióba, beadta. Elment a doktor, alig vártam elvileg aludni. Semmi. Nem történt semmi. Eljön az ötödik nap, mert a ötödik nap is szétadatlanul, mert teszem hozzá, hogy 1-24 órában 20 órát kísértettek. Ami azt jelenti, hogy fél órát kísértettek, fél órát hagytam pihenni. Amikor fél órát elhagytak, hogy most tudjak pihenni, az a fél óra olyan volt, hogy megváltás volt az életem. Hogy akkor a fél percben olyan nyugodt voltam, hogy ez valami olyan jó érzés, hogy nyertem az ötös pontot. Olyan jó érzés volt. És eljön az ötödik nap is, akkor sem tudtam aludni. És ötödik nap meg kellett tölteni, aludtam, teszem hozzá, hogy nem aludtam ötödik nap is. Föltalak egy családom, rájuk nézek, és spontán rájuk nézek, reggel 9-10-ben rájuk nézek, és éreztem magam, hogy ide nem voltak a nyilvánom, de akkor nem tudtam. Nem voltak az akkor itt a nyilvánom, elég kemény szinten. És rájuk néztem, és azt mondtam nekik, már most fájó szépen mondom, nem, nagyon rossz kimondani. De azt mondtam akkor neki, hogy ha nem mentek be máma apig szobájába aludni, én máma is titeket nem is az alatt kimondani. Sajnos. Let them say, I am rich. And let the blind say, I can see you. It's what? De hadd mondtam, megint hittem magam az életet. De hadd mondtam, hogy részem már úgy nincs. És ki volt, ugye ugyanaz az élet, ugye eltjött ki, mint egy nap. És megkérdezik megint tudnám, hogy nálam itt mi a probléma? Hát elmondom ugyanazt, mint előbb elmondtam a helyedikat, és ugye ez a problémám dokkor úr, de most mondom, most ez a hatodik nap, ez nem a negyedik nap. Már nem bőlt aludni hatodik nap, nem bőlt aludni. Fent vagyok hatodik napja. Teszem hozzá, hogy egy átlag ember, akárhogy kábító szerezik, akár megy ott, aminek a növi magát, a harmadik tényleg nap, paf, alszik. Mert az agyadik oldásban is alszik. Én hatodik nap is nem voltam. És a hatodik nap is azt mondta az orvos, ide figyeljen. Látom, hogy magad nagyon a problémát a szemben. De ők azt hitték, hogy tud kárhúszeres vagyok. Oké, adunk magának hallgatók. Olyan nyugtakos hallgatót adunk egybe, amit úgy tettek, hogy egy átlag ember, akármilyen dolgos, egy átlag ember, két napig alszik tőle, harmadnak pedig kómán van tőle. Azt mondta a kóma, hogy ilyen, én vagyok állapotomán tőle. Úgy is volt. Csak mondta a doktor, hogy nem két mit adok magának, hanem tudnáját. Adott nekem 4 millió. Mikor valaki a 4 millió altatót, a 4 millió, teszem oda 4 millió, az azt jelenti, hogy egy átlag ember minimum egy hét. Hogy tudjuk, hogy aludtam a tőle. Mikor ez vágta nekem, mikor már éreztem, hogy nyomja lefelé az injekciót, éreztem azt, hogy a bennem lévő halagra gerjed. És elkapott az ideg, olyan szintén elkapott az ideg, hogy ránéztem az orvosra, az orvos reszolgóság veszi, összekapta a kutcát és tűz, eltűzött. Én ezt hallottam utána, hogy de doktor, hová megy maga? Miért legyen? Hát gyönyörűen vissza nem hallott az altató érzem, hogy csak még idegesen lettem tőle. És elmentek, én úgy ült elfogtam 6 nap is. De teszem hozzá, hogy végig a 6 nap alatt inek leérekcióztam, frontíroztam, szarasztoztam, mindenfajta próbát, mindenfajta megpróbáltam, csak elvégül, és nem bírtam elődni. És 6 nap reggel, mit ad az Úristen, a drága mennyei apám? Reggel elmészett rá, mert reggel 10 óra volt, hogy ráesztek pont a fagyórára. És a feleségem, a rendőr feleségem ott ült mellettem az ágyon. És ránézett, és összeszorult a színen, de olyan szinten összeszorult az én színen, a 6. nap,
hogy László is feleségemre, és elkezdtem sírni. Könnyen gurultak, ilyen könnyen gurultak, szó szerint mondom nektek, és higgyétek el. Ránéztem, mamámhoz szóltottam, mert erősen csak bírta, mert héten gyakorlóbb fájdalmat is nyomást éreztem magamon, és meg egy jó érzés is egyébként. És azt mondtam a kis feleségemnek, elkezdtem sírni. De teszem hozzá, mielőtt azt elmondanám, teszem hozzá, hogy én Istentelen ember voltam. Egy olyan Istentelen ember voltam, hogy amikor a feleségem hirdette nekem azt, hogy van Jézus ér és van, és hova te? Kinevettem, és azt mondta neki, hogy hagyjál békét, te bolondot. Azt mondta neki. Tehát Istentelen ember voltam. Nem tudtam azt, hogy Isten, azt a szeretszere, nem is tudom rá. Azt, hogy maga tudtam azt, hogy van Isten, úgy voltam, hogy mondom, de biztos van. De nem érdekel. Kinevettem, a hírőben kinevettem, nem érdekeltem. Azt mondtam, hogy ez a bolondot, de bolondotam. De nem is bolondotak, így van. Én dicsőség az Úrnak. És átlett az én feleségemet, és azt mondta neki, nekem meg kell, hogy térjek. Az út hozzá, hogy térjek. Én felültem volna oda, és hagyd menjek oda a csoportba, és hagyd menjek az ott az én szívembe. A Názaret Jézus Krisztus az én szívembe. És 1000 forintom volt otthon. És teszem hozzá egy cigakházán laktam egyébként, ami Szolnok megyébe található, és innen 120-130 kilométer. 1000 forintom volt. És nem értek az, hogy most 1000 hogy nem veszek, és még akkor azt értek az, hogy Isten veszik, hogy nem veszik. Csak hogy menjek le modorra. Hogy befogadjam az ott az én szívembe. És lejöttem, és alig vártam, hogy ne érjek ide, úgy vártam, hogy az ötös kotba is szaladtam volna, megyek van fölnyelni. Úgy vártam az Úr elé. Annyira szaladtam. De teszem hozzá, hogy reggel 8-an, akkor elindultam cigarházáról, de mondom, 1000 forintom volt, 1000 forintom volt. És mert lejöttem ide, volt, hogy este 6 óra, mert akkor a macskói tényleg volt, nem akarnak oda jósodni, és megtérjük az Úrhoz. De csak sikerült, mert az Úrban nem volt. És lejöttem ide, én dicsőség a Názaret Jézus Krisztusnak és az Úrnak. Az én drága testvéremnek, és a másik drága testvérem, a Gulyás Attilának, aki most éppen kint van. Én dicsőség nekik és az Úrnak is. És ők rajtunk keresztül, és az Úron keresztül meg tudtam szabadulni. Lejöttem, és azt mondom az én testvéreimnek, hogy testvérem, segíts rajtam, mert ő az Úrhoz akarod térni. De akarom ismerni az is, az Úrnak a szeretetét. És hetekben befogadtam, nem, hetekben az én drága testvérem rátadta az ő kezét, és ő által, és az Úr által beszabadultam a mocskos démontot, ami csak úgy üzültek belőlem, fonultak belőlem kifele. Szálltak, ömöltek belőlem, és akkor csak ott legyeztük. Annyi ömöltek, és éreztem, hogy ömöltek belőlem kifele. És akkor hopp, már mi történt, ráérzettem, hogy igenis, ez tényleg. Tényleg van az Úr, és hogy ő létezik. És hogy igen, gyere fiam! Gyere hozzám, fiam, mert én úgy szeretlek téged, hogy az egyszerű fiamat szerettem. Mert az egyszerű fiamat adtam értetek. És megismertem az Úrnak a szeretetét. És azóta az Úrnak a szellem itt van én rajtam. Egy dicsőség az Úrnak. És hogy megszabadított. És azóta szolgálom az Urat, dicsérem az Urat. És hogy megtértem hetednak, ugye én káromodtam, csúnyán beszéltem, voltak dolgok az életem a világ életemben, mint ami mindenkinek van. Erősen cégelettáztam, és másnap, amikor megtértem, átadtam az én drága Gábor testvéremet és sógoromat, és ott rájutottam, másnap, hogy megtértem, éreztem, hogy a tüdő összeakarodtam. Összeakasztanom. És akkor azt sugallta bennem az Úr, hogy fiam, dobd fel azt a cigarettát, mert nem kell a te életedbe. És másnap eldobtam a cigarettát, és onnantól fogva nem cigarettázok, nincsen vágyom a cigarettát után, nem káromkodok, és nem
ismerem agresszív dolgok, nem tudom, mert egy szóra bepöccelni, mint ezelőtt végén. Elég volt egy rossz szó, és bepöccettem. És már nem. Mert az Úr megszabadított. Mert azt mondja az Úr, hogy akit a fiú megszabadít, az teljesen szabad lesz. Én kicsőség az Úrban. És azt mondom lehet egy embere, hogy ne sötétségbe éltek, hanem a világosságban. Mert az a sötétségben él, az a sárga és a zöldönnek a kezébe van. Hanem tényleg az Úrban, és fogadjátok a ti uratokat a szívetekbe, és higgyétek el, hogy én megyek is a ti szemetek világosságodnak, és a ti szívetek. És látva testvéreim az Úrban, legyenek áldottak, és fogadjátok azokat a ti szívetekbe, tehát vissza a szívetekből. Én dicsérjet az Úrnak mindörökké. Ámen. Nagyon szépen köszönjük rá, testvérem az Úrban legyen áldott. Názáreti Jézus hatalmas nevében. Jézus Krisztusról az van megírva, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten, aki megtört a pokolnak minden erejét, aki a halál láncait letépte, az vércajtókat berúgdosta, aki lement a pokolba, azt mondja róla az Istennek az igéje, hogy amikor lement a pokolba, legyőzte a halált és minden fejedelemségeket, és az ördögnek a fejére taposott, és elvette, azt mondja az Isten igéje, a pokolnak és a halálnak a kulcsait. Mert úgy szerette Isten a világot, azt mondja a Biblia, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hiszőben ne elnevesztem, hanem örök élete legyen. És nem azért küldte a világra az Isten az ő fiát, Jézus, hogy a világ károsztatva legyen, vádolva legyen, és a mocskos bűneinkért elítéljen minket Isten. Nem. Hanem azt mondja a Biblia, hogy azért jött az ember fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa és életet legyen. Tudjátok, 10 évvel ezelőtt, amikor megtértem a názáreti Jézus Krisztushoz, alkoholista, kábítószeres, drogfüggő ember voltam. Mindenfajta kábítószerrel lőttem magamat. Nagyon sokan tudják, hogy milyen életet éltem. De Jézus Krisztus, amikor bejött az életembe, abban a pillanatban megváltozott az egész életem, mert találkoztam az én mesteremmel és királyommal. Ha Jézus belép az életedbe, meg fog változni az egész életed. És az a bűnös életmód, amiben most benne vagy, az föl fog számolódni, mert Jézus Krisztus, ha belép az életedbe, felszámolja a bűneidet abban a pillanatban. Jézus Krisztus az az Isten, aki megbocsássa minden bűnödet. És bármilyen bűnt is követtél el, bármilyen bűnbe van az életed, Jézus Krisztus hajlandó megbocsájtani minden bűnödet. És nem ítél el a te bűneidért. Nem mondja azt, hogy látod, fiam, lányom, ezt csináltad, azt csináltad, amazt csináltad. És nem kezdi el sorolni a bűneidet. Hanem Jézus megment tégedet. Lenyúl az ő átszegzett kezeivel, és fölemelt tégedet minden bűnöddől. És megment a haláltól és a pokoltól. Nem akarja Jézus, hogy a pokolba kerüljön. Nem azért folyt ki az ő drága vére, ahogy a Tibi testvérem mondta, hogy kicsurgatta Jézus Krisztus minden egyes vérét. És vér nélkül maradt, és az ő vére nélkül ment fel az Istennek az országába, mert az ő vére teljesen kifolyt, és az ő testében a mai napig nincs vér. És nem azért csorgott ki a vére, hogy elítélje, hanem azért folyt ki a názáreti Jézus Krisztusnak a vére, hogy megmentse az életedet. Megszabadítsa az életedet a nyomorúságtól, és felemeljen téged. Kihozod a szegénységből. Kihozod abból a bűnöző életmódból, amiben most benne vagy. Kihozod a prostitúcióból, a kábítószerezésből, az alkoholizálásból. Kihozod abból a boldogtalan életmódból, amiben most vagy benne.
Ez nem fog másképp működni, csak is Jézus Krisztussal. Ha nem fogadod te Jézus, boldogtalan ember leszel egész életedben. De abban a pillanatban, ahogy befogadod a názáreti Jézus Krisztust, az életnek a fejedelmét fogadod be a te szívedbe, és ha bemegy az életnek a fejedelme a szívedbe, akkor megtörik a sátánnak minden rabsága az életedbe. Már nem leszel megkötözve. De most még megkötözött állapotban vagy. De Jézus meg akar szabadítani téged. A Szent Szellemnek az ereje és a keret által. Azért jött az ember fia, hogy megszabadítson téged. Megtörje a sátának minden hatalmát az életedben. Jézus azért jött, azért folyt ki az ő drága vére. Az ő szemtelen vére, hogy a mai napon neked életed legyen. Hogy ne kerülj a pokolba, hanem meglásd a te mennyei apukádat, ott az Istennek az országába. Lehet, hogy bolondságnak tűnik, de nekem 10 év ezelőtt, amikor mélyen benne voltam a kábítószerezésben és az alkoholizálásban, és jött az én megváltom Jézus, és leállott értem a senkié, a semmié, a kábítószeres drógerét, akkor nekem nem tűnt hülyeségnek, mert dobott egy mentő mellénk nekem, és megmentette az életem. És a te életedet is kéri a názáreti Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy gyere hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És megterheltettetek. Mert én a véremet oltottam értetek. 2000 évvel ezelőtt. Fölmentem a Golgotai keresztre. És átszegezték az én kezeimet és lábaimat. Azért ütötték a szögeket a kezembe és a lábamba, hogy a mai napon életed legyen. És azért ez a vér kiállt érted. A mai napon fölkiállt érted a báránynak a vére. És azt mondja ez a vér, hogy atyám, könyörülj rajtuk, nem tudják, mit cselekszenek. Kiállt érted a mennyei királynak a vére. És kegyelemért könyörög ez a vér. Mert annyira szeret minket az Isten. Nem kivélte az ő saját fiát értünk. Hanem feláldozta az ő egyszülött fiát mi értünk. Jézus Krisztus. És ez a Jézus ma a szívetek az ajtaján kopogtat. És be akar menni a te szívedbe. És meg akar téged szabadítani. Ez a vér az, amely megtöri az ördög minden munkáját az életedben. Mert a názáreti Jézusnak a véréből egyetlen egy csepp is értékesebb a világegyetem minden kincséért. Ezért te mondd azt Jézusnak, hogy nem kell ezt. Szeret titeket a názáreti Jézus Krisztus. Ennél jobban nem tudta kimutatni a szeretetét, mint hogy a saját életét adta értünk. Nincs annál nagyobb szeretet, azt mondja az Isten igéje, mint ha valaki a saját életét adja az ő felebarátjáért. És annál nagyobb szeretetet nem tudott adni Jézus, hogy feláldozta a saját életét érte. És ezzel bemutatta az áldozatot az atyának, hogy atyám, bűnösök az emberek, de én halok értünk. Meghalok értünk, és harmadnapon újra fölveszem az életemet. Újra fölvette Jézus az életét, harmadnapon, 2000 évvel ezelőtt. Azért vette fel az életét, hogy ma neked életed legyen. Azért támadott fel a halálból, hogy neked már ne kelljen a pokolba kerülni. Azért támadott föl Jézus, hogy az életednek a nyomorúságától megváltson. Attól a nyomorú életmódtól, amit az ördög tervez.
Mert az ördög azt tervezte, hogy az életedet megrontsa. De Jézus azt tervezte, hogy lerontsa az ördög minden munkáját. S megtörje a sátán minden erejét. És felemeljen téged. S megmentsen téged. S magához öleljen és azt mondja, hogy lányom, én szeretlek téged. Fiam, én szeretlek téged. Írni az ajtód előtt állok. Én szörgetek. S ha meghallod az én hangom, akkor gyere be! Csak annyit kell mondani Jézusnak, hogy gyere be! S abban a pillanatban jön Jézus, jön Sáron rózsája, jön a messiás, jön a megváltó, jön a felkent, jön a király, az, aki harmadnapra megüresítette a sírt, az, aki harmadnapra megtört az ördög minden erejét, jön Jézus, jön a megtetett zsidók királya, jön az a személy, akit utálnak az emberek, jön a megváltó, a messiás, és be akar vonulni az életedbe, úr és király akar lenni az életedbe. Jön Jézus! Ne mondd azt magad, hogy nem kell! Ő az, aki megszabadít téged! A Joshua szelleme által! Ő az, aki megtöri a halálnak a láncait rajtad! Ahogy a testvérem is elmondta, már 7 napja nem aludt! És a maga erejéből nem tudott megszabadulni! Hanem azt érezte, hogy kárt kell, hogy tegyen a családjába, és saját magába is, mert a gyilkosság szelleme tombolt benne. De abban a pillanatban, ahogy jött Jézus, és megérintette a szívét és a lelkét, abban a pillanatban megtörte a halálnak és a pokolnak minden erejét az életében. Ő az, aki meg tudja törni a halál minden erejét. Ő az, aki legyőzte az ördögöt. Ő az, aki harmadnapon föltámadott a halálból. Senki nincs olyan, mint Jézus Krisztus. Senki nincs olyan, mint az én megváltóm és szabadítóm. Nem azért jöttünk, hogy magunkat mutassuk be. Hanem azért jöttünk, hogy a feltámadott Jézusról beszéljünk. És bemutassuk azt, hogy Jézus Krisztus harmadnapon szembe ment a temetővel. És amikor szembe ment a temetővel, az első dolga az volt, hogy megtört a halálnak az erejét. És a te életedbe is meg akarja Jézus törni a halál minden erejét. Csak Jézus Krisztus kell választani. Ő az, aki megtöri a halál elejét. Ő az, aki megszabadít a szegénységből, a nyomorúságból. Ő az, aki megszabadít a bűnöző életmódodból. Jézus a te szabadítód és gyógyítod. S rajta kívül nincs más Isten. A többi Isten csak bálvány. Sem Buddha, sem Krisna, nem Isten. Meghaltak, eltemették őket. Jézus Krisztus meghalt, eltemették és harmadnapon föltámadott a halálból. Én ezt nem tudtam megcsinálni. Nem is tudnám soha, de Jézus megtette értünk. Megtette azt, hogy harmadnapon kijött a sírból. Ezért te is tedd meg azt a lépést. Hogy jössz Jézushoz, és elfogadod azt az áldozatot, amit érted hozott. Azt az áldozatot, amiről az van megírva, hogy harmadnapon föltámadott. Jézus Krisztus a szabadító és gyógyító. Ezért hirdetjük a mai napon azt, hogy Jézus Krisztus nincs a sírba. Ha nincs a sírba, az azt jelenti, hogy föltámadott. És ha föltámadott, akkor az ő karja nem rövidült meg. Most is jó erőben van arra, hogy meggyógyítson és megszabadítson téged. Halleluja! Halleluja! Álljon fel mindenki! Halleluja!
Jézus nevében. Amen.